jótékonysági lovaglás lesz november 30-án itt a kerületben. Ennek kapcsán beszélgetünk Vörösné Prágai Noémivel. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Ahogy már említettem, november 30-a, Tétényi Dunapart Lovasklub, 11 és 14 óra között. Mi vár azokra, akik ellátogatnak a klubba ezen a napon? Hát először is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, kor és kedv megkötése nélkül, tehát hogy tényleg bárki, aki akár tart kicsit a lovaktól, azt is várjuk szeretettel, mert nem muszáj egyáltalán nagyon közel menni, fotózkodni is lehet, de bepillanthatnak mondjuk a lóápolás rejtelmeibe, lovagolhatnak is, illetve bográcsozással készülünk azoknak, akik végképp távolságot szeretnének tartani, vagy pont éhesek, mert hogy dél környékén lesz ugye az esemény. És akkor mindenféle formában több helyen lesznek kirakva ilyen adománygyűjtő dobozok, teljesen tetszőleges összeggel lehet hozzájárulni, Lizának a gyógyulásához, igen, az ő gyógyulására gyűjtünk. Liza egy 6 éves kislány, aki szemfenékrákkal küzd, és itthon már nincs lehetősége további kezelésekre, viszont Ausztriában még tudnák ezt folytatni, hogy ne romoljon tovább az állapota. Viszont ő egy 8 gyerekes családban él, és nincs lehetőségük anyagilag ezt sehogy sem összehozni. És hát egy 2 hónapos kintartózkodás és kezelés az, aminek az árát, azt teljesen pontosan nem tudjuk megtippelni, de nagyjából egy ilyen 1,5 millió forintos összeget kellene összegyűjteni december közepéig, mert hogy úgy néz ki, hogy akkor fognak kiutazni. És hát úgy gondoltuk, hogy póniainkkal ehhez hozzá tudnánk egy kicsit járulni, illetve a hely varázsával, mert azért a Dunaparton nagyon szép helyen van a lovarda, és aki mondjuk egy jó kis szombatdéli programot keres, akár lovaglás, akár bográcskóstolással, akkor annak szerintem ez egy jó alkalom a kimozdulásra, és mellesleg tényleg akár csak egy kávé árával, hogyha hozzá tudnak járulni ehhez a kezeléshez, akkor az már hatalmas segítség a családjuknak. Hogyha esetleg valaki most nem tud szombaton menni, de szeretne segíteni a családnak, a kislánynak, akkor hogyan teheti meg? A családnak van egy számlaszáma, és erre lehet utalni Liza részére, a közleménybe be kell írni, hogy adomány, és akkor ez fontos, már tudni gondolom. Fogják, igen, hogy ez erre a célra érkezett, és akkor ők innentől már tudnak vele gazdálkodni. Volt már esetleg a korábbi években, hogy a lovarda felkarolt ilyen jellegű kezdeményezés, hogy honnan jött a kapcsolat, az ötlet? Hát pont ilyen talán nem volt, illetve nem régiben a lovarda tulajdonosának volt egy balesetben elhunyt családtag, akinek az életben maradt rokonoknak szerveztünk így hasonló ilyen jótékonysági lovasnapot. Azért az egy kicsit eltért. De hát azért itt elég sok olyan rendezvény szokott lenni, ami kötöttségek nélkül, nem adománygyűjtés formájában, de valakiket támogatva, meg lehetőséget adva, egy kis kikapcsolódásra azért szokott történni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és akkor mindenkit várnak szeretettel november 30-án a Tétényi Dunapart Lovasklubban. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!